Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogok mutatni egy részletet a 303 című német filmből, illetve igyekezni fogok elmagyarázni sokadjára már, hogy miért is problematikus az, amint a különböző ideológiák, különösen a feminizmus hatására a családmodell felbomlik. Egyáltalán lehet tenni ez ellen, akkor mi az, amit tehetünk? Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Igen, gyakran ér az a vád, hogy mivel én nem élek házasságban és nincs gyerekem, ezért nem tudhatom ezt, vagy nem beszélhetek erről hitelesen. Azon kívül, hogy ez igen ostoba ez az elgondolás, csak demonstrálja a jelenlegi helyzet, hogy én tartom magam ahhoz, amiről beszélek. A világ jelenlegi állapota nem teszi azt lehetővé, hogy az ember olyan házasságban éljen, ahogyan az atya azt elképzelte. Azt nem mondom, hogy lehetetlen kialakítani ezt a környezetet, ahol megvalósítható ez a fajta házasság, illetve családmodell, de egyelőre én nem voltam képes erre. Ami alátámasztja azt, amit mondok, illetve azt, hogy én ragaszkodom ahhoz, azokhoz az elvekhez, amelyeket próbálok átadni mindazoknak, akik szeretnének az atya elvárásainak megfelelően élni. Érdekes módon az apostol Saul egyetért velem, amikor azt írja a korintusiakhoz írt levelében, hogy amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. Részletezi ezt természetesen ebben a fejezetben, a 7-es versben folytatja, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van Elohimtől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is. Szavaiból nyilvánvalóvá válik, hogy nem mindenkinek adatik az a képesség meg, hogy ő egyedül élje le az életét, és az reménykedhetik abban, hogy az atya majd küld neki egy megfelelő partnert a megfelelő időben, amikor ő a fiónak látja. Az időszak, amikor az apostol élt, sokban különbözött a maitól nyilván, különösképpen a technológia miatt. Azonban az emberek mentalitása nem sokat változott. Azért tanácsolta, hogy az embernek jó, ha egyedül marad, mert tisztában volt mindazokkal a kihívásokkal, amik várnak a házasulandókra, illetve a házastársakra. Volt viszont egy olyan nehézség, amivel kétségtelenül nem kellett szembenéznie, ez pedig a modern feminizmus. Az a gondolkodásmód, ami a fejlett, legalábbis úgynevezett fejlett világban mára elterjedt lett a férfinő kapcsolatot illetően, az ismeretlen volt egészen a modern korig. Az emberek sokkal közelebbi kapcsolatban voltak a természettel, és tisztában voltak azzal, hogy a férfi és a nő nem felcserélhető eszközök, amelyek csak a természet vagy a sors furcsa fintora miatt alakultak különbözőképpen. De egyébként a legtöbb tekintetben azonosak, és elláthatják egymás feladatait akár a családon, akár a társadalmon belül, vagy éppen a gazdaságban. A mesterséges világ, amelyet mi kreáltunk magunknak, lehetővé teszi azt, hogy mind a férfi, mind pedig a nő egyedül is megállja a helyét a világban, ám ez nem így volt. Akkor csak előre utaznának 10 évet, és rájönnének, hogy milyen borzasztó az az élet, amifelé száguldanak. De nem ez van. Azért nem ez van, mert a cikkek, a filmek, a zeneszámok, a klipek, a tudomány, minden az ellenkezőjét erősíti. Csak éljél egyedül, mert ez lesz az, ami boldoggá fog tenni. Hogy miért van ez? Az egyik oka kiderül ebből a rövid videóból. Tudod, hányan élnek Németországban egyedül? Kb. Úgy 20%. 50. Durva. Durva mi? Tudod, mit hiszek? Hogy rendszer van mögötte, egy stratégia. Igen. Gazdasági oka van. Gazdasági oka? Igen. Tegyük fel, hogy ez az egész film csak egy fikció, de mi értelme van kitalálni egy ilyet, hogyha nem ez az igazság? Honnan jön maga az alapgondolat? Eltöprengett már ezen bárki? Azért merik elmondani ezekben a filmekben, mert tudják, hogy a többség már nem képes megérteni azt, ami elhangzik, de még ha képes is lenne rá, nem érdekli. Az egyetlen dolog, ami az emberek többségét érdekli, az saját maga és a saját boldogulása. Minél többet mutat, annál jobb!
Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!